Szájmaszk és fertőtlenítőszer várta a Csapó középiskola végzőseit Palánkon. 9 óra előtt néhány perccel Simonné Szerdai Zsuzsanna beontotta fel a magyar írásbeli tételek első részét. A végzősök számára mindenféleképpen rendkívüli lesz az esztendő, hiszen csak írásban kell számot adni tudásukról. Arról, hogy így zajlik a vizsga, megoszlanak a vélemények. Én, aki reálos, nincsen olyan jó íráskészségem, hogy jobbra megírjam a magyart, mint hogyha a szóbelivel együtt lenne, mert ugye az húzná fölfele a jegyemet. Nagyon érdekes, hogy csak írásbeli vizsgánk lesz. Valamilyen szinten ez egy könnyítés számunkra, úgy érzem. Az iskola mindent megtett a sikeres vizsgák érdekében, mondta az intézmény vezetője. Ez az elmúlt 6 hét ez a gyerekeink számára, én azt gondolom, hogy nagyon nagy próbatétel volt. Nagyon nehéz lehetett nekik felkészülni, függetlenül attól, hogy a kollégák maximálisan mindent megtettek annak érdekében, de nyilván a személyes kontaktust, a személyes beszélgetések, a megerősítés, az nyilván hiányozni fog a gyerekeknek. Ettől függetlenül nagyon bízunk abba, hogy jól fognak szerepelni. A vizsga első részében a szövegalkotás során a sportról szóló érvelést, vagy az egészségügyről szóló hivatalos levelet kellett elkészíteni a tanulóknak. 11 óra tájban már a második feladat részrejtő csomagokat bontották a Tolnai Szent István gimnáziumban. Itt 9 teremben írták az érettségizők a vizsgafeladatokat. Sikerült egyszerűen gyorsan megoldani a beléptetést, egyenként készfertőtlenítés után megkapták a maszkot a gyerekek, és megtalálták azonnal a helyüket a termekben, 6-7-en ülnek egy tanteremben, és azóta dolgoznak csöndben, szorgalmasan, figyelmesen. A második részben egy Fekete István novella műelemzését, vagy Arany János és Tóth Árpád vers összehasonlítását választhatták az érettségizők. Kedden a matematika írásbelivel folytatódik majd a vizsga.